kedves vendégek! Megtöm, hát hogy áldás! Kedves klubtársak, kedves barátaim! Nagy öröm számomra, hogy újra a professzori klubban üdvözölhetek veleteket, vagy üdvözölhetek a jelenlévőket. A ma esti programjának az organizatője, a szervezője, szerkesztője és a ma este házigazdája D. Molnár István professzor úr. A program címét pedig tetszenek látni, feladatunk, hogy ismerkedjünk a 20. és 21. század szláv nyelvekkel, népek, nemzetek sorsával, és 12 Nobel-díjjal elismert, talán nem csak a Nobel-díjas műveivel, hanem egy valamivel kicsit többel is. Azt gondolom, hogy a D. Molnár István professzor úr szláv nyelvek, illetve a szláv országok irányába észlelt elkötelezettségének már néhány példáját láttuk. Elsősorban ugye a lengyelországi kapcsolatait, hiszen együtt élveztük végig a Lengyelország magyarországi nagykövetével folytatott estét. Érthető ez, hogyha egy kicsit végig gondoljuk az ő élete történetét, legfontosabb állomásait. A Molnár István a professzor úr Sárospatakon érettségizett 1960-ban, és ebben az évben felvétel nyert a Kossuth-Lajos Tudomány Egyetem Magyarország szakára. Az egyetemi évei alatt már egy évet Lublinban tanult, majd a végzés után a Kossuth-Lajos Tudomány Egyetem Szlávfilológiai Intézetének a könyvtárát vezette, és hallgatókat kísért kockai tanulmányukra. 1971-73 és 88-91 között két periódusban volt a Varsói Magyar Kulturális Intézet munkatársa, a második alkalommal a intézetnek a igazgatója is. 1974-ben ő hozta létre a debreceni Kossuth-Lajos Tudományi Egyetemen az egyetemi tanszéket. Valójában a lengyelországi kapcsolatokkal, hasonlóságok és különbségek kérdésével és egyház történeti kérdésekkel foglalkozott. Ebben a témakörben több könyvet szerkesztett, és a minősítéseit, kérdéseit is ebben a témakörben lépte meg. Lengyel és magyar oldalról is számos kitüntetést kapott. A mai este programjában két művész vesz részt. Szeretettel köszöntöm Újhelyi Ginga, Jászai Marit díjas színésznőt, a Csokonai Színház tagját, és Miske László művész urat, szintén Jászai Marit díjas alapdíjas színész. A Újhelyi Ginga művésznő első alkalommal jár nálunk, így emellett az együtt, hogy mindketten Erdélyből kerültek át Magyarországra. Ő a Sarmaságban született, egy kis faluban Erdélyben, és elvégzett egy óvónő képzőt, és óvónőként dolgozott egy-két éven keresztül. Így van ez? Óvónő tanítóképzőt végezte, és aztán angol szakot is, angol tanár. És az iratkozott be a Partium Hercény Egyetemnek az angol szakának, és a Károly Gáspárba szereztél angol tanári diplomát. Így van, mert a román állam nem adta meg az akkreditációs engedélyt az egyetemnek, amit akkor még súlyos információs egyetemnek hittak. Köszönjük szépen, akkor ez így van. És akkor 2003-ban már Marosvásárhelyen színpadon szerepeltél. Akkor végeztem, igen. Igen, és akkor 2005-ből gyakorlatilag kerültél át Magyarországra, előbb Erdélyben, aztán Veszprémben voltál színész, és 2006-tól a Debreceni Csokonai Színház társulatának. Beszínpantott. Nagy örömmel, 2015-ben Jászai Mari díjat ültettek ki, amihez gratulálunk, és nagyon örülünk, hogy elvállaltad ezt a felkérést, és itt üdvözölhetünk. Számomra a megtiszteltetés, köszönöm szépen. Miske László művész úr pedig Galándon született, ő pedig a kolozsvári református teológián szerzett először diplomát, és két évig református lelkészként dolgozott. Úgy látszik, mindenki tesz egy kis alapjárműt, mielőtt a színészi pályát választja. Majd a Marosvásárhelyi Szent György István Színművészeti Iskolán szerzett diplomát 1966-ban, és 66-tól 87-ig a Nagyváradi Színtársulatnak volt a tagja.
Ezt követően egy-két évi Kolozsvárot és 90-től Magyarországon játszik. Először két évet Miskolcon, és aztán szintén azt mondhatom, hogy nagy örömünkre 92-től a Debreceni Csokonai Színháznak a tagja. Azt pedig különösen élvezzük, hogy nem az első alkalommal van nálunk, hanem nagyon sok esténk, nagyon sok kulturális programunknak a színvonalát emelte csodálatos előadásaival. Neki is köszönjük szépen, hogy ezt elvállalta. És most még egy mondani való van, tekintettel arra, hogy mindkét művészünkre végül is előadásunk sikeredett be a ma estére. Egy régi módi történet, úgy tudom. Lényeg az, hogy körülbelül 6 óráig a programunk az első felében őket kell meghallgatnunk, és a professzor úr a hozzáfűzendő megjegyzéseit, illetve a kiegészítő információkat a programnak a második felében fogja számunkra elmondani. Át is adok a szót. Továbbá a házigazdági vezető szerep. Kérem, megy mikrofon nélkül is. Nem szükséges. Nem szükséges. Temetés. Az agyagból kiszedték. Most márványban a koponya. Párnákon tentetentét csilingel sok medália. Az agyagból kiszedték. Felolvasták sorjában. Ez bíz deréklegény volt. A zenekar most játszhat. Betár érte, hogy meghódt. Felolvasták sorjában. S te nép, csodáld e tettet, e nagyszerű eredményt, ki egyszer született meg, kétszer is eltemették. S te nép, csodáld e tettet. És semmi sem hiányzott, harsonák harsogása, rendőr, ki felvigyázott, s harangok zúgatása. És semmi sem hiányzott. Tekintetük elrébett a földről fel az égre, hogy jön-e már galambraj, visz-e bombát csőrében. Tekintetük elrévett. Közöttük, meg a nép közt nem volt erdő, csak pár fa, csak ami elrejtőzött suttogó fák lombjába. Közöttük, meg a nép közt. És felvonó hidak itt, s egy szakadék amottan, tankok gyalulták alját, visszazeng százszorosan. És felvonó hidak itt. Még ereje teljében oszlik a nép, reménnyel. Nem tud még rettegésről, mely mézfehérre dérlel. Még ereje teljében. Tisztelt professzorasszonyok, professzor urak és társaik! Ez a temetés, ez október 6-án történt, 1956-ban, Rajk László és társai újra temetése. Viszlava Szymborská gyorsan reagált erre a hírre. Ő nagyon jól tudta, hogy ez a magyar 56 nyitánya, tekintettel arra, hogy 56 júniusában Lengyelországban, nem a fővárosban, hanem Poznányban, eléggé hasonló események történtek, kevésbé véres kimenettellel. Szymborská 1996-ban Nobel-díjat kapott. A következő vers, egy utólag majd magyarázok, egy szorb költő verse, Benedikt Dérlich. El kell majd mondanom, hogy kik a szorbok. Egy ismeretlen lány. Lehetséges, hogy találkozom veled, te fiatal lány a városi utcák esti sötétjében. Egyáltalán semmire sem gondolok.
csak egy pillanatig a szemedbe kívánok nézni, majd menni tovább. De te nem tudsz várni. Inkább a vöröses fényeket szeretnéd nézni a magas homlokzatokon, és megízlelni a nyugodt szellőt a házak között. Ezért menekülnöm kell előle. A következő Jaroszláv Szejfert verse. Ballada. Ölte, s ha ölt is, mit kérditek, mint volt? Szeret az ember, gyűlöl az ember, gyűlöl és gyilkol. Föl, le, három-három lépése kong, a rács hálóján néhány csillag, s a telehold. A hold. Ő látta, hogy fut a vér, a vér s az árnyék, éjbe az éj. Öltes, ha ölt is, kit mocskol az a vér? Egyszer a hold majd mindent kibeszél, ha már örökre elnémult a hold. Detektívként bújt, villant a hold az éjben. Fogoly volt már is a gyilkos fényben. A hold látta csak, mely itt alant visz kerít szelíd hangon, mint a lant. A hold csillogtatta a tört, a növekvő hold, mely mérges fénysugarat csurgat szét a bürök nyílt kelyhelyén ágán. A telt hold, mely mint mozivásznán lenge lepelben úszott csak némán, csendben. Így és Gyula fordította ezt a verset, 1929-ben keletkezett, a költő cseh 1984-ben kapott Nobel-díjat. Rövid véleményt idézek róla. Az ő poézise csodálatosan könnyed és áttetsző. Ezek a szavak egészen közönséges, szürke, hétköznapi szavak, de a költő mai rálátásai nyomán különös újdonsággal és jelentőséggel ragyognak. Az élet és a halál csodáiról a leghiggadtabban szólnak. És még annyit, hogy a német megszállás 6 esztendeje alatt sok-sok verset írt, mélyen hazafias és humanista költeményeket. Ljubomír Feldek szlovák költő verse következik. Nyár és tél. Hadakozik ősszel a tél a nyárral, akár az egyik ember a másik emberrel. Hadakozik a nyár a téllel, ezüst kardokkal. A csillagok hóban fürödnek. Az emberek merülnek így el a vízben, ha fuldokolnak. Nyár tükröződik a télben, miként aranyló szűz a tükörben. Most elmondom, amit ugye előre nem mondhattam, hogy úgy célszerű haladni, megmagyarázom majd, hogy miért, hogy nyugatról keletre, keletről délre, onnan nyugatra és északra, vagy mondhatom, hogy észak-nyugatra, mert így derül ki, hogy mennyire vannak közel, vagy távol, vagy mástól a szláv nyelvek. Ezért következik önnek most lengyelek, akik nem írtak verset. Henrik Sienkiewicz, akinek azt hiszem a legismertebb regénye a Quo Vadis, Néró idejében játszódik a cselekménye, a kereszténység élet-halál harca a téma. Nagyon sok művét egészen korán, van, amit már a 19. század végén lefordítottak, igazából ő főleg 19. századi író, de nem kizárólag. Több tucat, jó néhány művének több tucat kiadása van, nem akármilyen filmeket, amerikai filmet is forgattak belőle, de még két másik filmet is említhetnék, volt egy néma film is egészen korán
az első világháború előtt. Magyarul olvasható történelmi trilógiája, a lengyelek 17. századi kozákok, ukránok és svédek ellen vívott harcáról. A svédekkel szövetséges volt sajnos II. Rákóczi György. Ez az egyetlen igazi negatívum a magyar-lengyel kulturális kapcsolat, vagy történelmi kapcsolatokban, hogy ő Lengyelország trónjára pályázott, és a svédekkel szövetkezett, csúfos vereséget szenvedett, ez is szóba kerül. A Keresztesek vagy Keresztes lovagok címmel is van fordítása, a 15. századi német lovagrend elleni harcokról szól, írt családregényeket is, nem szeretném az időt tovább rabolni. Władysław Stanisław Reymond. Azt hiszem, hogy ez a név sem ismeretlen, a Parasztok című nagyregénye, amelynek nincs különösebben érdekes cselekménye. A paraszti élet hétköznapjai, munka, szerelem, nincsenek igazi nagy hősei. Nobel-díjat kapott 1925-ben, Csinkiricsnél elfelejtettem, már 1905-ben, tehát a legelsők között. 1925, tehát Reymond Nobel-díja. A Parasztok című filmet, hát jó régen, ha jól emlékszem, a Magyar Televízió is vetítette, sőt, amit én többre értékelek, az Ígéret földje című regényét, ami nagyon jó filmet készített Andrzej Wajda, a név megint csak nem ismeretlen. Magyarosan mondom, Lodz város, nagy iparváros, ilyen bő 700 ezer lakossal jelenleg, múltjáról, a kapitalizmus kialakulásáról szól, és ami nagyon érdekes, hogy van egy lengyel nemes főhőse, egy német, mert sokan éltek ott, a gyárat alapítanak együtt, harmadik pedig egy lengyelnek is mondható zsidó, nagyon jó barátok, a legjobb lengyel színészekkel forgatták ezt a filmet, sajnos régóta nem láttam, tehát egyébként nem érdemes mondanom. A következő költő már keleti szláv. Slobodan Slavko. Az örök ruszin. Fejeden a tövis korona, szemed kioltja a fájdalom, a te kereszted, ez örök ruszin, ez a dolog. Munkára vár munkás két kezed, előtted a világ, sajog a két szeg ütöttesebb, könnyed enyhet áll. Semmit se kérj, csendesedj el, fejezd be éltedet. Júdás már Gázsiát elitta, s te hullatod véredet. A te kereszted az örök ruszin, át nem adhatod. A Golgotán túl feltél majd a nap, a te vasárnapot. Ruszinokról sokan nem vesznek tudomást, az ukrán kormány sem, arról sem, hogy ilyen nemzet, vagy akár csak nemzeti kisebbség is létezik, a nyelvet végképp nem ismerik el, pedig van. Utólag még erről is lesz mondani valóm a második részben. Ukrán költő Bogdan Ihor Antonics verse következik. Tudom ám, ácsmesterséged megtanult, faragd a szót, a kellőt, a gyengét tavasz elvonult, az ácsok nyara eljött. Fejsze imában lángolok, ezüst trófákban élek, zengő térbe szállnak a szok, két mohaként az égnek. Következő Maxim Tank, ez egy felvett név, de hát ismerik, akik ismerik.
ahogy most mondják, Belarus, ahogy mi még nemrég mondtuk, Belarus, szovjet időkben, vagy Fehér Orosz költőverse. Chopin! Levélseresden, mozdulatlan lent a tó, Varsó, Lázsenszki park, Évon, kihalt uta. Ódon királyi fal tövében kit kutat, cikázó reflektor fénylél a gestapó. Dán Auschwitz poklából egy hajszolt árnyala az iszonyú halál elől itt bújdosít. Dán bosszú álló partizánok gyűlnek itt? Ne, mégsem. A sötét csapat tovább halad. Több kell nekik. Az kell, ki hangjával betölt minden szilárd szíve. Felébreszt népeket, kit a lengyel haza jövője éltetett, s ki sírjából is halhatatlanságra tör. És lásd, a hórérok körülveszik Chopin, csapást ér, és már málik szét a bronz, a lant is megrepett, de nem sír, nem jajong, irtózatos hangok, vad mennydörgése zeng. E hang erősebb, mint a rettentő dörej, mely szétrepíti a gránit talpazatot. Eláradnak minden túlzengő hangzatok, és bennük egy csodás erő életre kell. Lázsenkiből ma az élők diadalát, a bolt Varsó hírét, a holtak szent nevét, a halhatatlan induló árasztja szét. E földön már a nép kivívta igazát. Boris Pasternak orosz költő verse a következő. Hamlet. Elcsitult a lárma. Színre léptem, ajtófának dőlve vállamat. Füleltem, a zajló messzeségben mi történik életem alatt. Rám irányul a komor vak ének ezer és ezer látcsöve már. Múljon el, ó, atyám, arra kérlek tőlem ez a keserű. Tetszik tervet, céltudatossága játszanám ezt a szerepet is, ám de zajlik most másféle dráma. Ments, ez egyszer föl, ne kényszeríts, ám de tudja minden itt az útját. Magam vagyok, jó, rossz, ezre jut. Elorhadott a farizeusság, az élet nem lakodalmas út. Így és Gyula fordította ezt a verset. Aki a költő Boris Pasternak 1956-ban Nobel-díjat kapott, csak éppen nem vehette át, mert ezt a szovjet hatalom nem engedélyezte. Nem annyira költőként ismert, azt hiszem ezzel sem mondok sokaknak újat, hanem a regénye a Dr. Zsivágó, ami szintén amerikai filmben élvezhető legalább annyira, mint hogyha olvassuk. Most fogok belesülni a főszereplő nevébe. Ja igen, Omar Sharif, vagy Sharif, nem tudom, hogy ejtik, mert ő egyiptomi volt. Gondolom, nem csak számomra ez egy csodálatos alakítás. Hogy miről szól a regény, illetve hát a film is. Mivel, hogy Pasternak számára a nagy októberi szocialista forradalom az csak rosszat hozott az orosz nemzet életébe, a történések, amelyek a II. Világháborúig történtek, azok megismerhetők az ő felfogásában.
A következő Jevgenyi Jevtusenko orosz költő verse. Fordította Molnár István. Itt hagynak anyáink. Itt hagynak anyáink minket. Itt hagynak csendesen, lábújhegyen. Mi meg nyugodtan alszunk, étellel, itallal telten, s észre se vesszük a szörnyű órát. Anyáink hagynak itt minket, nem hirtelen, nem csak nekünk tűnik úgy, hogy hirtelen. Elmennek lassan, és furcsán, apró léptekkel a hosszú év lép ránk. Észbe kapva néha, izgatottan vigadunk születésnapjukon zajosan, de ez elkésett segítség. Se rajtuk, se rajtunk lelkünkön nem segít. Egyre távolodnak, egyre csak távolodnak. Feléjük igyekszünk, álomból ocsúdva, de kezünk megáll, levegőt markolva. Üvegfal nőtt közöttük, s közöttünk. Elkéstünk. Már ütött a szörnyű óra. És látjuk át a titkolt könnyeken, ahogy rideg oszlopokban csendesen itt hagynak anyáink minket. Szépen. Adós maradtam két alkotóról szóló információkkal. 1933-ban kapott Nobel-díjat Iván Bunyin. Őt elhallgatták, orosz szakon is nem volt róla szó, mivel hamar emigrációba vonult, és orosz volt természetesen, de nem kaphatott másképpen Nobel-díjat akkor csak, mint hontalan. Mint minden Nobel-díjas esetében minimum egy kötete mindenkinek van, neki kettő is lehet, hogy többen, azt hiszem, hogy jól emlékszem. Elbeszélések, hosszabb elbeszélések. Csak sajnos nem sokan tudnak róla. És amivel még szintén adós maradtam, a Chopin című vers, a belarusz költői, ugyanis Belarusszia majdnem az egésze Lengyelországhoz tartozott a két világháború között. Tehát ő a lengyel állampolgár volt, nem volt különösebben jóban a lengyelekkel, de amikor 1945-ben a németek nem akármit robbantottak fel, hanem Chopin emlékművet a legnagyobb varsói parkban, ez a bizonyos Vazsenki. Ez nagy hatással volt rá, és megírta ezt a verset. Aki következik, nem írt verseket egyáltalán, Mihail Solovjov. Nem tudom, hogy ő mennyire számít ismertnek. Tény, hogy ő a szocreál alkotója volt, de a Csendes Don című regénye, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, egy nagyon sikeres mű. Természetesen ebből is készült film, bár ha jól emlékszem, csak szovjet, és nem más. Hát az Emberi Sors című kisregényét említhetem még, ami magyarul több műve is olvasható, több kötete. Ők a hazáért harcoltak, jut még eszembe, ez is egy hosszabb elbeszélés. Iván Szolzsenyicin. Szolzsenyicin, de nem Iván, mert Iván Gyenyiszovics egy napja a legismertebb regényének címe. Szintén készült belőle nyugati film, most nem jut pontosan eszembe, hogy hol, mert hamar felfedezték. Ő átvette a Nobel-díjat, de azt mondták neki, hogy vagy
elmegy külföldre, vagy kényszermunkatáborba. Tehát így járt egy Nobel-díjas. Egy újabb Nobel-díjas. Josip Brodsky szintén emigrációban élt, mert nem tudta elfogadni ezt a rendszert. Az Egyesült Államokban élt hosszú ideig. Angolul is írt, de orosz költőként jön számításba. Neki is van magyar nyelvű kötete természetesen. És most mehetünk délfelé, Elizaveta Bagdiana, bolgár költőnő verse. Fordította Nagy László. Aranyháló. Vibrál a tengeren a júliusi hő. Aranyháló. Cseles aranygyehenna. Heves tekinteted, oly fényes, bűvölő, hogy hánykódva egy szív zsákmánya lesz ma. Cicáz, s megreng a víz. Hullámok habosan egymáson buknak át a végtelenbe. Velük, mint albatrosz, nagy ábrándot suhan. Fehér szárnya a mennyet vízbe szelte. Hogy elcsitulj a lét, milyen vidéke kell. Tusakvó szellemednek milyen hajlék. Mint naprendszer, már minden pórusot tüzel. Ajkad a sócsillaga, hajad tajték. Ganet Todorovsky, macedón költő. Azt hiszem, hogy nem sokat tudunk a macedónokról, Macedóniáról. Nem kával mondom, mert az a görögöknél van Makedónia, és azért nem mehet, léphet be az Európai Unióba egyelőre Macedónia, mert a görögök reklamálják, hogy az ő országuk volt legalábbis. A következő vers egy szerb-hercegovinai szerb költő verse, Jovan Dučić a neve. Üzenet. Puss le a nyíresbe, érezd a létet, ifjúságot. Remegő barátnőm életre szomjas vágyjal áldott. Száz nevű ábrándban az időt veszítjük most is, mint rég. Szemeddel üzenj, és zárj a karodba, csókolj mindig. Ivo Andrić, szerb, boszniai szerb költő. Női arckép. Az éjszaka ködlött, mikor őt szerettem. Halottak a kertben a kései rózsák, zokogtak a habok az ősi eregben, s méla őrület volt a földi valóság. Ifjúságom édes rózsakoszorúját a porba vetettem, megöltem a vágyat, lelkemre suhant a néma szomorúság, mint a beteg holtfény oly szomorúan vágyat. Oly szomorú vágyat, mint dölt székes egyház, hol a búsfalakon a nyírkos légbe ő, rozog a ablakot, csúnya pergeteg ráz, s fütyül a réseken az őszi levelő. Mint síró muzsika hangja oly szép volt, az ősz húga volt ő, mert sokat hallgatott, a lelke búcsúcsók, tiszta fehér ég volt, a szomorú, szomorú, mint egy szelíd halott. A csókja hideg, bús, akár csak a márvány, oly hideg és bús, és haja szőke, illata reszketett édesenes árván, mint haló rózsájé az őszi időben. Azóta riadva kelek, héja reggel, az ólom is ólom, napfénybe se látok. Ólom takaróba, gúzsba ébredek fel,
Szemem csupa könnyű, szemem csupa átok. Köszönöm szépen. Elnézést, eltévesztettük a sorrendet, de remélem ez megbocsátható. Most következik Ivo Andrić szerb-boszniai költő verse, majd róla mondok egy vagy két mondatot. Harangszó. Fordította Simon Sándor. Leng, cseng, zeng a harang, úgy bong, mint az átok. Halljátok? Halljátok? Nekünk rikolt a hang. A rőthold sugárbársonyán átborong az édes zengzetű, halk mennyei csengettyű, és csókolja ködasszonyát. Ó, ma sokan várják terhes tavaszi szívvel, míg a víg hangszerteivel, hogy lelkünk egyé kalapálják. Csillagok csodásan hullnak. Egyik én, másik te. Szép fejed, szívem, hajtsd ide, és a bánatok nyomban elmúlnak. 1961-ben kapott Nobel-díjat. A vers elég régi, mert 1924-es. Andrić sem költőként ismert, már amennyire ismert, tényleg vannak magyar nyelvű kötetei, regények. A Híd a Drinán az, ami a legtöbb figyelmet érdemli. A főszereplője ugyanis a híd. Ez Boszniában ugye összeköt két partot a legátvittebb értelemben is. A török időktől kezdve halad, hát ha nem a mi napjainkig, az Andrić napjaiig. A következő Vesna Parun horvát költőnő alkotás. Lépcsők. Fordította Nagy László. Csöpről csöpre emlékezik lelkem. Csöpről csöpre emlékezetem elhal. Csöpről csöpre hullunk. Igazság, lefele. Régi, el nem koptatott szorongása. Következő Edward Kocbek, szlovén költő. Szivárvány. Vörös Sándor fordítása. Azt hittem, a hold sugara, s amint megmozdultam, tudtam, hogy a csend maga. Azt hittem, csend és magány, de szemem nyitottam, s tudtam, hogy az éj homály. Azt hittem, éjsűrűség, de megsimogattam, s tudtam, hogy gyönyörűség. Azt hittem, ő a gyönyör. Megtalálta ajkam, s tudtam, fájdalom gyötör. Azért hangzik el még egy lengyel vers, mert a lengyelek 4 irodalmi Nobel-díjat kaptak, ezért volt oroszok esetében is 2, mert nekik ugye 5 jutott. Marian Jahimovic lengyel költő verse az utolsó a előadás irodalmi részében. Nem jelentős költő, mellékesen festő is. Ami érdekes az életéből, hogy az osztrák-magyar monarchia állampolgára volt, mivel 1906-ban született. A jóval idősebb bátyja, aki feleségül vett egy nála idősebb magyar asszonyt, nem is volt igazi jó házasság, sőt rossz.
ez a báty magával hozta az öccsét Budapestre, nehéz körülmények között élt, Budán egy állatpreparátornál tanult, kitanulta ezt a mesterséget, és csinálta. Egészen idősnek mondható volt, amikor elkezdett verseket írni. És mivel magyarul megtanult, nem, már magam is elfelejtettem, mert ugye hát 90-ben vagy 91-ben találkoztunk utoljára, mennyire tanult meg, minden esetre nagyon jól fordította magyar költőket, sokakat. Petőfitől kezdve jó néhány 20. századi költőig. Ez a vers 1956-ban keletkezett, ahogy már a Szymborszkájé is. Magyaroknak megrongált hidok, roncsált tankok, kormos kövezet, házak maroknyi szénvérránduló, szénné pusztulva, lekő emberek, mint összetört babák, ruhájuk letépve, sisakok térnek halamizmát, a füst és köd az ég alatt, vérfoltokat nyal az eső. Van, aki némán éhezik, van, aki lázban énekel, van, aki még üt az ellenségen, mint izzásba jött lövedék. Van, aki elhagyja hazáját, átussza határok dermesztő folyóit, aki a mederbe ever, mint elfáradt gyerek, aki már nem álmodik semmit, még hazát sem, és van, aki a földgolyón át vonzolja hazáját, házát, aki megtér majd, akihez csak országa tér meg, mint nosztalgia. De ez a nemzet győz. Elúsznak a jégtáblák, a haza fellobbantja színeit, szerelmet, békét, bőséget. Nagyon szépen köszönöm az idézeteknek, el is engedjük őket, mert jól van. Arról vajmi keveset tudunk, hogy szláv szomszédaink és közelebbi vagy távolabbi európai rokonaink, akikkel történelmünk folyamán nem mindig éltünk együtt a legteljesebb egyetértésben, s akiknek nyelvét is alig ismerjük, kik is valójában milyen nyelveken beszélnek, mik kultúrájuk jellegzetes vonásai, miféle nemzettudattal rendelkeznek, milyen múltra tekintenek vissza, vagy mely területeken voltak kapcsolataink, stb. Hiszen idézőjelben van, dupla idézőjel így módon, hiszen közel vagyunk egymáshoz. Elég amíg viszonylag közeli múltba visszanézni, mert a 20. század kezdete óta is sokat változtak a szláv nyelvek, népek, nemzetek, államok. Nehéz megmondani, hogy hány szláv nyelv van. Könnyebb volt a múlt század első két évtizedében megszámolni. Nyelvészek különbözőképpen vélekednek, némelyiküket csak nyelvváltozatnak, néhányat dialektusnak, azaz nyelvjárásnak tartanak. Nyugatról kelet felé, ahogy már mondtam, onnan majd déli irányban végül észak és nyugat felé célszerű haladni, mert így derül ki a közelség vagy a nagyobb távolság az egyes csoportok között. Így magyarázható meg, hogy mely szláv nyelvek alapján könnyebb megérteni másokat, szóban vagy írásban, mert ez sem mindegy. Abban nem csak a 20. század óta teljes az egyetértés, hogy a szláv nyelvek három csoportba sorolható, vannak nyugati, keleti és délszláv nyelvek. Nagy változások az 1990-es években történtek.
Nyugati szláv ma a szorb, a cseh, a szlovák és a lengyel. Különösen a csehek és szlovákok értik jól egymást, de a lengyel sincs sokkal távolabb tőlük. A szorbok ősidők óta, mint etnikai kisebbség, Németföldön, de mégsem ugyanabban az államban éltek. A volt NDK keleti részében, a szászországi Bautzen és a brandenburgi Cottbus környékén 60, maximum 100 ezeren. Egyesek megkülönböztetik a csehhez közelebbi alsó és a lengyelhez közelítő felső szorb nyelvet, nyomárka is, mások csak két nyelvjárásról tudnak. Mindkettőre nagy hatással volt a német nyelv, ezért még a csehek és a lengyelek sem könnyen kommunikálnak a szorbul beszélőkkel, írásban már inkább. A lengyel esetében akadnak olyanok, akik nyilván tartják a sziléziai és a balti tengerpart vidéki kasubot, a cseh nyelv esetében pedig a morvát. Mások szerint ezek csak dialektusok. A nyugati szlávok latin betűkkel írnak, de használnak számos mellékjelet. Mindegy, hogy protestánsok vagy túlnyomó többségben római katolikusok, keresztény gyökerekkel rendelkeznek. A keleti szlávoknak keleti keresztény hagyományai vannak, ABC-jük civil, kivéve néhány mellékjelet. A szlovák jó közvetítő nyelv szláv eszperantó kelet felé, főleg a ruszin irányában. Ezt már a 20. század elején legalábbis önállósodó nyelvjárásnak tekintették. Igaz, kevesen használták és használják, főleg kis településeken, többnyire falvakban, az ukrajnai állami politikai vezetés pedig nem ismeri el különállását. Az ukrán és a Szovjetunió széthullás után már belarusznak nevezett fehér orosz nyelv hidat képez a lengyel és orosz között. A nyugati civilizáció szókincsét a lengyel közvetítette kelet felé, annál könnyebben, mivel évszázadokon át azonos államban, vagy amikor az nem létezett, egymás mellett, egymás között éltek, de csak a II. Világháború végéig. Utána már a Szovjetunióról van szó. A lengyeleknél elmaradt a nyelvújítás, ezért igen sok benne a latin, illetve a nemzetközi szó. Ez részben az ukránra, ruszinra és a belaruszra is vonatkozik. Az orosz nyelv nyugati eredetű szórétege, alig ha tévedek, ha kimondom, a 18. századtól erős francia hatásnak is köszönhető. A keleti szlávoknak nincsenek komoly nehézségei, ha egymással kommunikálnak. A lengyel említett átmenet jellege abból is adódik, hogy már a 16. század végétől kezdve létezett a főként ukránok és részben fehér oroszok lakta területen keleti katolikus, azaz görög katolikus egyházág, illetve vallás. Az első világháború végéig nagyrészt pravoszláv oroszok a szovjet birodalomban kénytelenek voltak eltávolodni egyházuktól. A II. Világháborút követően a görög-katolikus egyházágat erőszakkal megszüntették, aki vallását akarta gyakorolni, annak maradt a pravoszláv. Ő viszont alig néhány évvel a Szovjetunió feloszlása után nem csak az utóbbi, hanem a görög-katolikus vallás ismét milliók hite lett. A pravoszlávok és görög-katolikusok szertartási nyelve teljesen vagy részben a hívők számára könnyen érthető egyházi szláv. Ez a délszláv egyesek szerint óbolgár eredetű óegyházi szláv nyelvből idomult a keleti szlávok által beszélt nemzeti nyelvhez. Ez a híd az orosz és a szintén pravoszláv bolgárok, macedónok és szerbek, valamint most már a szerbbel ikertestvér a 90-es évek óta gyorsan önállósodó bosnyákok és montenegrói nyelvek között. Sőt, a néhány cirilltől különböző betűt használó szerbek mellett élő horvátok között is, bár ők római katolikusok és latin betűkkel és pár mellékjellel írnak. Úgy, ahogy a szlovének, már a montenegróiak, részben a bosnyákok, sőt egyre gyakrabban a szerbek is.
ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a nagyhatalmak által az első világháború végén összetákolt szerb, horvát, szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia hivatalosan nem vett tudomást a macedónokról, mintha azok nyelve csak a bolgár változata lett volna. Szerbia számára még ma sem létezik montenegrói nyelv. A szlovénekkel azért nehezebb szót váltani, mert állami hovatartozásuk következtében Ausztria, illetve Osztrák-Magyar Monarchia erősen hatott nyelvükre a német. Tehát kivéve a legnyugatibb szorbot vagy szorbokat, ha valaki jól megtanul egy szláv nyelvet, elég jól elboldogul a többivel, legalábbis, ahogy mondani szokták, nem adják el egy másik csoport nyelvét beszélő államban. Aki két csoport egy-egy nyelvét valóban elsajátítja, a többi szláv nyelvű országban is elég könnyen kommunikál, az írott nyelvet pedig még jobban érti. A cseh köztársaságban és Lengyelországban csak az államnyelv hivatalos. Szlovákiában, ahol legalább 20%-nyi nemzeti kisebbség él, köztük ruszinok, használhatják a maguk nyelvét. Ukrajnában és Belarusban az orosz is hivatalos, mert nem csak családi körben, otthon is több millióan beszélik. Oroszországban csak az orosz hivatalos. Ugyanígy van Bulgáriában és Macedóniában, de Szerbiában már meghatározott módon elfogadják a kisebbségi nyelvek használatát. Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában a szerb, a bosnyák és a horvát egyaránt hivatalos, a Szerbia által el nem ismert Koszovóban viszont csak a szerb, na és a nem szláv albán. A közelmúltbeli nyelvi önállósodás egyik előidézője a Nyugat-Balkánon egyre erősödő muszlim vallás. Horvátországban, idézőjelben a három szó, bizonyos keretek között használható a szerb, illetve Szlovéniában a magyaron kívül az olasz. Nehezek-e a szláv nyelvek, teszi fel a kérdést Nyomárkai. Fontos megállapítása, a szláv nyelvek elsajátítási folyamatában a kezdet valóban nehéznek tűnik, de megfelelő ismeretek birtokában és gyakorlással a szó- és írásbeli kifejezőkészség viszonylag könnyen stabilizálódik és fejleszthetővé válik. Mi teszi könnyebbé a nálunk gyakori közvélekedés ellenére a nyelveknek a tanulását? A szláv jövevényszavak csak is a tőszavak, mint például a molnár, vagy a délszláv közvetítésű eredetileg görög papszó, a származik szavak nélkül is, amilyenek az utóbbi esetben a papi, papol, papság nélkül, a magyar szókincsnek jóval több mint 9%-át teszik ki. Arányukat csupán a finnugor örökség szavainak százaléka haladja meg kicsivel. A törökből kölcsönzöttek és szűk 5, a német jövevény szavaiké közel 5,5%. Ráadásul a nap mint nap használtak között van sok, különböző szláv nyelvekből való szó. Például szerda, csütörtök, péntek, szombat, karácsony, kovács, takács, pálinka, szalma, széna, barack, cseresznye, dinnye, szilva, gomba, olyan halnevek, mint a balin, csuka, kárász, pisztráng. Bőven találunk szlávokra utaló településneveket, például Komárom, Visegrád, Pest, Ráckeve, mert a Rác szerbet vagy egyéb balkánit jelentett, Nógrád, a Sárospatakból a Patak, Göncruszka, Tótkomlós, Lengyel-Tóti, Csongrád vagy Pécs. Ilyen a Balaton, a Tisza, a Kraszna és tudomásom szerint még a Duna is. Családnévként gyakori nálunk a horvát, hát időnként TH-val írva, az orosz, a Rác, CZ-vel, a ruszin, Debrecenben ír Ruszin Romulus tábornok például. A rusznyák, van Macó, ha még biztos tudjuk még, hogy kinek a neve volt, Navracsics, Simicskó, Sesták és Tóth. Szláv származású ismert magyarok például Jurisics Miklós,
a Zrínyiek, Petőfi apja a szerb Petrovics, anyja a szlovák Grúz Mária volt. Kossuth neve is szlovák. Az aradi vértanúk közül Damjanics János szerb, Knézics Károly bicskei professzor egyik őse, horvát származású volt. Több írónk, mint Vajda János, Babics, Tóth Árpád, a jelenlegi Krasznahorkai László neve ugyancsak hasonló eredetű. Volt Grosics, Bozsik, Tihi és a puskási szlávévei szóból való, mármint a puska. Egyetemünknek voltak, vannak, sőt most is jelen vannak, vagy lehetnének szláv nyelvű professzorai. Nem csak a már említett szavakból lett Kovács, Molnár, Orosz, Rácz vagy Tóth, hanem Csernoh, Damjanovics, Galuska, Gomba, Novákné, Páles, Staricskai, Záborszki, Zajos. Akiket kihagytam, azoktól elnézést kérek. A II. Világháború idején Magyarországra menekült és állami segítséggel befogadott, ugye az úgymond fasiszta országba befogadott, több mint 100 000 lengyel egyike, Stanislaw Vincenz író, Budapesten anyanyelvén kiadott folyóiratban megjelent esszéjében ez olvasható. Egy kitűnő költőnél, akivel a Duna mentén ismerkedtem meg, megértésre találtam és tudatosíthattam magamban, mi is a magyarság. Egyebek mellett az volt a véleménye, hogy az országa küldetésével tisztában lévő magyarnak ismernie kell egy szláv nyelvet, hogy megérthesse Magyarország helyzetét, hogy megértse és érezze, milyen nyelvi és etnikai elmek olvadtak bele a valóság, a magyarságba. Az ekkor Nagymaroson élő, nyugati nyelveket jól ismerő, korábban Erdélyben a kisebbségi sorsot megtapasztaló Ábrüli Lajos véleményét ma is elfogadhatjuk. Ugyancsak a 40-es évekből érdemes a műfordítóként több szláv nyelvben is otthonos Németh Lászlót idézni. Régi észrevételem, hogy a szlávok tudják a dolgokat szóval legjobban festeni, azért szivárognak be a szavai olyan észrevétlen a szomszéd népek érzéki parasztnyelvé. Az interneten a Wikipédia az információk nagyszerű forrása, de a szláv nyelvek, irodalmak és kultúrájuk művelőit nem kényezteti el. Közli, mi az egyetemi végzettségük, melyek legfontosabb publikációik. Az úgynevezett független hivatkozások számát is, de azt alábecsüli, sőt előfordul, hogy a kutatók által vezetett és fokozatot szerzett doktorok némelyikéről nem tud. Arra sem utal, hogy nyilván számos más szakterületen is alig néhányan szereznek fokozatot szláv témában. Ezért kell a bírálóbizottsági tagoknak a legkülönbözőbb szláv nyelvekről, irodalmakról, kultúrákról is tájékozódniuk, hiszen a komparatisztika művelése az összevetések és összehasonlítások nélkül a humán tudományokban, persze nem csak ott szerény eredmények születnének. Volt szerencsém szerb akadémiai doktori disszertáció bírálóbizottságában is közreműködni. Nyomárkai elsősorban a szomszédos szláv nyelvekről, népekről írt, de nem mulasztotta el áttekinteni a többieket, enélkül nem megy. Sőt, a távolabbi rokon európai nyelvcsaládokról, azoknak a szlávokra gyakorolt hatásáról, de még a különálló finnugor nyelvekről és a törökről sem feledkezett meg. Könyvében van a szláv népek és nyelvek, mint az indoeurópai nép és nyelvcsalád tagjai című, valamint a szlávok és mások írásáról, a magyar nyelv tükörszavairól szóló fejezet. Ilyen szavak például a nagy hét, a házlevelű, vagy a német cug mintájára született, horvát és cseh vlak, az igekötőből lett előjáró szóval ellátott lengyel pocsong, vonat. A kölcsönhatások, átvételek, tükörfordítások is arra utalnak, hogy a közép-európai nyelvek között olyan szellemi rokonság áll fenn, amelynek alapja a latin, valamint az a sok tekintetben közös vagy nagyban hasonló világkép,
amely a szókincs gyarapításában új szavak és kifejezések, terminusok megalkotásában mutatkozik meg, írja Nyomárkai. Én hozzáteszem még a görögöt is. Például a démosz szóból való származék a demokrácia, demokratikus vagy a geográfus. A latin via lactea megfelelője a tejút, az angol Milky Way, német Milchstrasse, a cseh Mléczná Draha, az orosz Mléczný Puty. Sok szó esik a német, újabban az angol nyelv erős hatásáról, például a futball, futball, labdarúgás, vagy a lengyel piukenosna, vagyis láblabda. A Lengyelországhoz szorosan kötődő Nemere István író Tiszta vére a magyar című könyvének ez a végszava. Így tehát nyugodjunk bele, a genetikai anyagunk éppen olyan, mint egy bajori, egy szlováki, egy horváti, egy románi, egy osztráki, és így tovább. És ez a szerencsénk, mert ennek hála vagyunk és leszünk még sokáig, életre való emberek dölt betűkkel van nála, itt a Kárpát-medencében, és helytállunk majd bárhol másutt is. Természetesen a magyar is hatott az európai nyelvekre, és nem csak a huszár vagy a gulyás szó. A nyelvek közötti kölcsönhatások az itt élő népek egymás mellett éléséből fakadnak, így erősítik az európai és vele együtt a nemzeti identitástudatot, jegyezte meg Nyomárkai. Hivatkozott a filozófus Hans Georg Gadamerre, aki szerint ennek az azonosság tudatnak és szellemi hovatartozásnak az az alapja, hogy csak Európában alakultak ki az emberi tudásnak és tudásvágynak olyan mély kifejezési formái, mint a vallás, a filozófia, a művészet és a tudomány. Az angol nyelv használata egyre szélesebb körű, de bizonyára még évtizedek múlva sem fogja mindenki igazán jól beszélni. Hiszen az utóbbi bő két évtizedben a nemzeti nyelvi törekvések is erősödnek, tekintettel a szomszédos szláv nyelvű államokban élő magyar kisebbségre, a közeli keleti és déli országokkal kialakult, többnyire javuló politikai, kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatokra, a visegrádi négy ország és az EU tagok együttműködésének fontosságára több gondot lehetne, szerintem kellene is fordítani a szláv nyelvek oktatására. Mind a középiskolában, mind a megfelelő nyelv és irodalomszakos egyetemi képzésre, hiszen csak az orosz tanítják még viszonylag sok intézményben. Hogy ne erőltessem a magam véleményét, Nyomárkainak a bevezetésben kifejtett gondolatait idézem. Szláv szomszédainkról vajmi keveset tudunk, és sok esetben ez a kevés is kölcsönös félreértéseken, hiedelmeken alapul. A tévhitek elkerülhetők, ha szomszédainkról több tapasztalattal rendelkezünk, ha legalább nagy vonásokban ismereteket szerzünk, közös vagy sok ponton érintkező történelmünkről, és ha megismerjük, vagy netán bizonyos szinten el is sajátítjuk egymás nyelvét. Ki egy idegen nyelvvel kapcsolatba került, tapasztalhatta, hogy ha első lépésként talán megfelel is az angol vagy másik világnyelv, sokkal személyesebb hangulatú és főleg eredményesebb lesz az ügyintézés, vagy csupán társalgás, ha kölcsönösen egymás anyanyelvén folyik. Már az is nagyon sokat jelent, ha legalább a hétköznapi társalgás szintjén tudjuk, az viszont elengedhetetlenül fontos, hogy általános ismeretekkel rendelkezzünk róluk. Melyik legyen az az egy, ne adj Isten kettő. Tetszik vagy nem, az Oroszországgal folytatott együttműködés, míg az ezt be nem valló nyugatiak számára is elkerülhetetlen. Ennek a mamut államnak mintegy 142 millió lakosa van, és még oroszul kommunikál a volt szovjet tagköztársaságok népességének nagy része. Az ukrán nyelvet, bár szomszédos országról van szó, benne számottevő magyar kisebbséggel kevésbé ajánljuk. Bár a kivándorlás ellenére élnek ott talán 45 millióan, még igen sokan nem csak a hétköznapokban egymással is oroszul beszélnek.
Ugyanez a helyzet a 10 milliós belaruszoknál. Másodszorban a lengyel nyelv magyarországi oktatása több okból előnyöket élvezhetne, nem csak a régmúltbeli, többnyire konfliktusmentes és a magánemberi kapcsolatokra a II. Világháború a lengyeleknek nálunk, sőt a lengyeleknél, sőt ott is nyújtott magyar segítség, valamint a lengyelek által a magyaroknak 56-ban nyújtott materiális és érzelmi támogatás máig tartó hatására tekintettel. Arra is, hogy körülbelül 39 millióan lakják, azért nem, mert körülbelül 1 millióan elmentek nyugatra dolgozni utóbbi időben. Gazdaságilag nálunk már fejlettebb, ezen kívül keleti szomszédságukban sokan nem csak értik, hanem még beszélik is a lengyel. Tanulását nagyban könnyíti, hogy a kivételesen sok a latin, illetve nemzetközi szava. Harmadsorban, és nem csupán az ottani magyar kisebbség sorsára gondolva, ajánlatos a szlovákkal is, hogy délszláv se hiányozzon, a szerbbel vagy a horváttal, vagy bár nehezebb lenne megtanulni, a szlovénnal ismerkedni. A három tenger kezdeményezés elnevezése együttműködéshez a visegrádi négyek után az utóbbi kettő és Bulgária is csatlakozott. A három velünk szomszédos délszláv ország nyelveit, mint kisebbségi nyelvet tanítják számos iskolában, akár csak a ruszin, sőt a bolgár és a lengyel is előfordul. Az imént említett nyelvek jelenléte a felsőoktatásban kielégítőnek is nevezhető. Rosszabb a helyzet a lengyel, valamint a cseh és lengyel nyelv és irodalomszakos egyetemi képzéssel, különösen ha a kölcsönösségre gondolunk. Lengyelország három nagyvárosában, nagyváros 400 ezer felett kezdődik a lengyeleknél, működik magyar tanszék, a magyarországiakhoz viszonyítva kétszer annyi oktatóval, legalább kétszer annyival mondjuk Krakkóban, akiknek így bőven marad idejük a tudományos munkára. Itt öten csináltuk a lengyelt és meg tudtuk csinálni. Az univerzitás szó jelentését komolyan véve néhány egyetemünkön akkor is létezhetnek a megfelelő tanszékek, nem csak a lengyelre gondolok, ha nincs nagyobb érdeklődés e szakok iránt. Nem biztos, hogy az említett európai közösségekhez tartozó nyelvek, irodalmak és kultúrák terjesztésén kellene takarékoskodni. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen elfogadható a helyzet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen viszont a túlélésért küzdenek ezek a szakok, a cseh és a lengyel. A Debrecenben 74-ben indult lengyeles képzés, illetve a 84-től működő tanszék 2012-ben megszűnt, éppen akkor, amikor a visegrádi együttműködés kibontakozott. A Szlavisztikai Intézet név megmaradt, de ez csak az orosz nyelv és irodalom tanszéket jelenti. A realitást is figyelembe véve a szláv nyelvek és irodalmak esetében kétszakos képzés lehetne a megoldás. Előremutató példa a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 2013-ig létező ukrán-ruszin tanszék, amely 2018-ban újraindul. A ruszint regionális nyelvnek tarthatjuk, mivel Dél-Kelet-Lengyelországban és Szlovákiában, sőt a szerbiai autonóm területen, a Vajdaságban is sokan beszélik. Egységesedését segíti, hogy a nem magyar kárpátaljai írók ezt a nyelvet használják irodalmi nyelvként, csak a szort kisebbségi nyelvi státusza nem változik, az összes többi szláv nyelv már nemzeti, sőt államnyelv. Ardai Lajos történész politológus, aki egyesek ismerhetik, mert Debrecenben szerzett diplomát, Nemzetállamok és kisebbségek című könyvében az etnikumot és a népet azonos fogalomnak tekinti. A szláv népek közül nem csak a szorbok, hanem a ruszinok sem juthattak el hosszabb ideig létező állam létrehozásai. Kétszer létezett néhány hónapig ukrán állam. A nemzetet, mint minőségileg magasabb rendű, az államiságtól elválaszthatatlan közösségnek tartja,
de azt a nézete szerint a történelmi nemzetek és a parasztiak különböznek egymást. De azt nézete szerint a történelmi nemzetek és a parasztiak különböznek egymástól. Az előbbiek közül valók a régi, saját állammal és teljes társadalmi tagozódással egykor vagy jelenleg is rendelkezők, a csehek, lengyelek, oroszok és horvátok. A bolgároknak és szerbeknek volt, nem az én szavaim, dicső múltjuk, saját államiságuk is, de a muzulmán uralom miatt azt és a nemességüket elveszítve paraszti társadalmakként küzdöttek önállóságukért. A többi mostani délszláv nemzet sem az előbbiekben, sem az utóbbiakban nem sorolható. A szlovének 91-ig, a szlovákok 93-ig nem alapíthattak államot. A 20. század kezdete óta minden szláv emberközösség helyzete, sorsa olyan sokat változott, hogy részletezése külön előadást igényelne. Egyetlen példa. Lengyel állam az első világháború végéig nem létezett, mert területén a szomszéd hatalmak osztoztak. 1918 és 39 között az újjászületett lengyel köztársasághoz tartozott a jelenlegi Litvánia, Belarus és Ukrajna jelentős része. Jókora délnyugati és nyugati terület, valamint Danzig, a mai Gdańsk szabadváros és Kelet-Poroszország a németeké volt. A II. Világháború alatt az egész addigi Lengyelország a német birodalom részét képezte. Az 1944-45-ben ismét létrejött lengyel állam, létrejött a lengyel állam, de határait nyugatra tolták, kárpótlásul a Szovjetunió által elvesztett keleti vidékekért. A továbbiakban többet ad, ha megnézzünk, néhány különböző évekbeli állapotot mutató térképet. Az interneten megtalálható az Európa térképek vagy térképei sorozat, amit érdemes kiválasztani, ugye az indulásnak az 1900-as év, az 1920-as már a békeszerződések után, az 1939-es év, az 1945-ös, majd amikor széthull a Szovjetunió, szétmegy Csehszlovákia, nagyon széthull nem sokkal később Jugoszlávia. Az utolsó az a 2008-as dátum egyébként, amikor már Koszovó is létezik. A NATO-hoz való csatlakozásra Ukrajnának, Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának kellett hosszabb ideig várnia. Belarus és Oroszország erre nem is tart igényt. Az EU-nak 6 szláv nyelvű tagállami van. Macedónia, Szerbia és Montenegro ugyanerre tart igényt. Bosznia-Hercegovina és Koszovó úgynevezett potenciális jelöltek. Ukrajnát egyhamar alig ha veszik fel most a nyelvtörvény miatt, azt hiszem, hogy tényleg nem. A belarusz és orosz vezetésnek pedig nem áll szándékában pályázni. A három tenger kezdeményezéshez még a tengerpart nélküli Cseh köztársaság és Szlovákia is csatlakozott. Johann Gottfried Herder, német költő, esztéta, történetfilozófus, a 18. század végén megfogalmazott bizonyos véleményt, amely korunkban is elgondolkodtat. A szláv népeknek szorgalmuk és békeszeretetük alapján fényes jövőt jósolt, a magyaroknak viszont közeli véget a szláv és germán tengerben. Mindkét gondolat más-más előjellel hatással volt az említettek további sorsára. Nemzetünket illetően szerencsére tévedett. Egyes szláv népek békeszeretete is erősen vitatható. A szorgalmat többjük esetében elfogadhatjuk. A 12 irodalmi Nobel-díj erre az elismerésre javasolt alkotók a nyugati szlávok és az oroszok tehetségét bizonyítatják. Délszláv díjazott csak egy van. A címben megjelölt témától azért érdemes futólag eltérni, mert meglepő következtetést tudunk levonni.
A Nobel-díjas írók és a díjra jelöltek száma, nem kerültek szóba a nevek, de vannak ilyenek is. A Jevtusenko az orosz szóba került, három lengyel nem. A számuk ugyanis csak nem megegyezik a különböző tudományágakban Nobel-díjat szerző tudósokéval. Sorukat lengyel állam nem lévén a nyugaton dolgozó Maria Skłodowska-Curie, mint fizikus, majd mint kémikus nyitja. Pavlov orosz fiziológussal és Mechnikov biológussal folytatódik. A Szovjetunióban nyilván nem minden kitüntetett volt orosz, néhányan külföldön is kutattak, de többségük hazájában. Ez esetben fizikusokról van szó. A már önálló Orosz Föderáció fizikusai két alkalommal négyen kapták meg meg a Nobel-díjat. 1904 óta orosz vagy részben orosz természettudósok 16-an 10-szer érdemelték ki ezt az elismerést. Egy orosz közgazdász matematikus is megkapta. Ebben a díjban részesült még egy-egy cseh és horvát kémikus. Összesen 16 Nobel-díjnál tartunk. Az irodalmi és az exakt tudományos díjazottak esetében csak annyi a különbség, hogy egy szerb helyére egy másik délszlávot, horvátot kell tenni. A szorgalmat tekintve az oroszok és a nyugati szlávok fölénye és a déliek szerényebb sikerei nyilvánvalóak. Ha még a béke Nobel-díjasokat is figyelembe vesszük, akkor is. Ezt az orosz Gorbacsov és a lengyel Wałęsa kapta. Lehet, hogy felületes a megállapítás, de legalábbis a régmúlttal együtt, visszamenve a 19. században vagy még a korábbiakban, nevek említése nélkül sokkal több nemzetközi hírű orosz és nyelvész és lengyel művész került ki a keleti és nyugati szláv régióból, mint a déli szlávok közül. Messze menő következtetést nem szeretnék levonni, mert gondolni kell az oroszra és a lengyelek, az oroszok és a lengyelek magas népesség számára, és arra is, kik döntenek a Nobel és a legrangosabb művészeti díjakról, a Cannes-i fesztivál díjakra vagy az Oscar díjakra is gondolok. Tény, hogy ahol több évszázadon át jelen volt, vagy közel volt, a mai Szerbiától és Horvátországtól délre a muzulmán világ, ott kevés a kivételes szellemi teljesítmény. Érdekesség, hogy a sok muszlim lakta Boszniához kötődő Nobel-díjas Ivo Andrić szerb író szülei római katolikusok voltak, az egyik Cannes-i filmfesztiválon aranypálma díjjal kitüntetett muzulmán Emil Kusturica pedig régen áttért a keresztény hitre, ortodox, és már a keresztneve sem a régi, hanem a szerb nemánja. Köszönöm szépen a figyelmet! Környezetünkben élő szláv népekkel kapcsolatosan itt hallhatunk, és mindenek előtt valóban azt a fantasztikus válogatást, ami azt hiszem, hogy így összességében csoportban mindenkiben egy kicsit motivációt ösztönzés jelent, hogy érdeklődünk a környező szláv államok, illetve életünk és a eredményeink művészeti és tudományos irány. Természetesen nyilvánvalóan felmerülnek kérdések, egy kicsit az idő elszaladt, de ha valakinek van izgalmas kérdése ezzel kapcsolatosan, például a szláv nyelvek tanulásával kapcsolatosan, azt nagyon szívesen meghallgatjuk, és gondolom, hogy a professzor nagyon szívesen válaszol a kérdésekre. Parancsoljon! Csak egy követendő példát, tehát körülbelül 2000-ben és én azt láttam, hogy az összes tömegközlekedési járművön a híres orosz költemények és az angol művészi fordítások szerepeltek, nem reklámokkal rakták fel a metrót, hanem akkoriban ez volt hibán. Tehát ez egy okos kezdeményezés, tehát ez egy megfigyelés is volt,
És hát egy kérdés, hogy ha Lubendiasokról volt szó, hogy politikai a listában valószínűleg jó. Na most én nagyon néztem, hogy hogy múlik az idő. Én meg akartam említeni olyanokat, akik bár nem kaptak Nobel-díjat, de nagyon is számítanak nemzetközileg. Sok-sok nyelvre fordították őket. Ez az Ulickaja is, ilyen nem fiatal írónőről van szó, orosz, ugye, ahogy mondtad. Valóban nagyon jó regény. Van azt hiszem, hogy 5 vagy 6 regénye olvasható magyarul. Ez meglep, amit mondasz, mert én, hogy is, ja, hát a Szovjetunióban máshol voltam, de ugye nagyon régen a 67-68-as tanévben voltam, egy tanéven át kísérő tanár orosz szakosokkal, részképzésesek voltak. Legalább addigra a lengyel beszédkészségem kiszorított az orosz, legalább újra tanultam, meg az egyetemi doktori anyagát összegyűjthettem, akkor még ennek híre hamva se volt. Akkor még úgy vicceltek, hogy ugye sorba álltunk a Lenin mauzóleumnál, és mondták, hogy 5 dollárért kihozzák, hogyha valaki adja. Évből gratulálok, Tisztán! Szeretném érdei teljesítményből, csak hogy a Nobel-díj mennyire relatív. Lev Nikolajevics Tolstoj nem kapott Nobel-díjat. 1908-ban a legeltel egy belga író kapta az első Nobel-díjat. Na most eredetileg nálam is szerepelt, mert ő ugyan tulajdonképpen 19. századi író. Minden jelentős műve 19. századi. Amit a 20-ban írt, az már nem olyan értékű. Egyrészt, másrészt, hát a Nobel-díjat tudod, mikor kezdték adni. 1905-ben adták az első Nobel-díjat. Nem az, senki is volt a második 1905-ben. Tehát nyilván ezért nem kaphatta meg. Még akit említhettem volna, hogy átnyúlik a munkássága a 20. században, még akkor is írt jelentős művet, Csehov. Például. Tehát tisztában vagyok vele. Nem az egykori nagyon szellemes kabari szöveg miatt, ezt mindenki tudja, hogy mire gondolok, azt hiszem, mert csoda jó mű ez a három nővér. Igen értékes művekből lehet jó paródiát csinálni, tehát lemaradtak. Én másokat is megemlíthetek, akik nemzetközileg nagyon számítanak. Nobel-díjra jelölték még Witold Gombrowicsot, aki hát hosszú időn át emigrációban élt, mert nem fogadta el a lengyelországi szocializmust, és nyugaton nagyon híres lett. Magyarországon jó néhány drámáját játszották különböző színházakban. Aztán még népszerűbb volt, azt hiszem itt a név kevésbé lesz ismeretlen, Slavomir Mrozek, debreceni színházban is. Jó néhány drámája. Rendkívül szellemes, groteszk alkotások. Tehát van bőven választék, sok-sok nyelvre fordított alkotókról van szó. Kétségtelen, hogy keleti és nyugati szlávok, ahogy ezt elmondtam, de hogy becsületes legyek, volt a horvát Kleža is. Nagyon jelentős regényíró, tehát ott is akadt, csak mondjuk jóval kisebb számban. Azt hiszem, hogy amit hallottunk, az valami fantasztikus tájékozottságra utal, és olyan ismeretanyaga van a professzor úrnak a szláv országok vonatkozásában, hogy ez tényleg csodálatra méltó. Arra ösztönöz bennünket, hogy a 14 Magyarországot különböző szláv népnek a életét ismerjük, megpróbáljuk a nyelveket is. Ugyebár azt szeretnék megkérdezni, hogy ezekben a szláv országokban mennyi az érdeklődés a magyarországi nyelv?
a magyar irodalom iránt Lengyelországban, én ezt tudom igazán jól, nagyon komolyan vehető, és ez régi dolog. Petőfit alig halt meg, már nagyon gyakran fordították például. A leginkább őt, de 19. századi fordításai bőven vannak aranyműveinek is, mondjuk. Ki jut még eszembe? Hát a többieké az 20. századi fordítás már. Minden esetre a 20. században jó néhány magyar költészeti antológia megjelent. Jelentős írók is fordítottak, nyers fordításból persze költők, nagyon is sokan. Tehát a élvonalbeliek, nem akarok senkit untatni a sok névvel, aki mondjuk a Szotreál virágzása idején ösztöndíjjal, itt megmondom a nevet, mert több drámát játszották Magyarországon, egy Tadeusz Ruzsevics nevezetű. Hivatalosan nem közlik a Nobel-díjra jelöltek listáját, de tudomásom szerint őt is jelölték. Néhány hónapot töltött Magyarországon, és kedvet kapott ahhoz, hogy fordítson. Nem tanult meg magyarul, csak éppen hogy, de nyers fordításból nagyon sokat átültetett. Aztán kit mondjak, a 20. század, minden, szinte minden igazán jelentős írók, prózaírókra is gondolok. Legyen az Babits, Kosztolányi, Németh Lászlónak nagyon sok regénye olvasható lengyelül. Elég korán lefordították, mint olyan fél tucat körül biztos, hogy van ez a szám. És mondok egy újabb rekordert, akit ugye nálunk elhallgattak. Bevallom, magyar szakot is végeztem, nem tudtam Márai Sándorról igen sokáig. Talán tucatnyi könyve is olvasható már magyarul. Aki itt volt a lengyel nagykövettel, ugye civilben, akkor is így mondtam, irodalom professzorral és kiváló műfordítóval folytatott beszélgetésen, az értesülhetett róla, hogy ez a nagykövet 2 évvel ezelőtt kiadott egy márai verses kötetet, ugye a poénomra is van, aki emlékszik, vagy poénunkra, hogy elhangzott egy márai vers, úgyhogy nagy nehezen beszéltem rá a nagykövetet, hogy nem tudom miért nehezen, hogy olvasson fel egy verset, nem mondjuk meg ki a szerző, mi a címe, eltalálja valaki. Gondoltam, hogy hát a professzorok túl fiatalok, nem lehetnek, mindenki tanult még bőven oroszt, hogy milyen minőségben, az más kérdés, hogy így találja el valaki. De nem így történt, kiderült, hogy van, aki ismerte a verset, másrészt, illetve hát először is azt válaszolta, hogy a második sorban elhangzik, hogy Budapest, másrészt ismerte a verset. Ez a vers, amit én gondoltam, hogy lesz, ennek kell lennie, Mennyből az angyal, New York 1956. De hozzáteszem még, hogy Csóri kötetek is vannak, I. és Gyula kötetek, tényleg, hogy ne menjek nagyon a távolabbi múltba, Vörös Sándor, és a varsói munkám idején sikerült is szerepeltetnem őket. Csóri Sándor is járt kint, úgyhogy magyar és lengyel színészek közreműködésével, Sinkovics Imre például, a gyerekeim imádták vendégségben, és jártak nálunk, mondjuk. Vörös Sándor, nagyon félszeg ember, aki teljes mértékben a felesége irányított, de rendkívül rokonszenves volt, szintén lengyel színészi közreműködéssel. És még tudnék jó, Örkény István, amikor a macskajátékot bemutatták, mondjuk, vagy még egyet mondok, biztos van, aki ismeri Spiró Györgynek az Impostor című drámáját, amit Varsóban nagy sikerrel játszottak. És kint járt ez alkalomból, mert meghívtuk, Major Tamás,
el nem tudtam képzelni, hogy ilyen idős, nagyon is gyakorlott, mondhatnám, dörzsölt színész milyen ideges tud lenni, hogy izgul a fellépés előtt, mint amit tapasztaltam a Magyar Kulturális Intézetben. Thank you.